Nekünk ez büszkeség, hogy itt lehetünk, ebbe a büszkeségpontba. Mindenki tudja a 48-as eseményeknek a végkimenetelét és a megbélyegzését Fósvetőben. Közel másfél évtizede szervezi meg az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület közösségépítő téli hétvégéjét. A rendezvénynek minden évben más helyszín ad otthont. Idén Pócs Petriben várták a határon innen és túlról érkezőket. A Lélekben rendben a Hármas határ mentén című eseményen, a kötetlen programok mellett aktuál politikai témákban is hallhattak előadásokat a meghívottak. Megéljük kultúránkat, ez az egyik része, és fölkészülünk mindarra, ami Európában és az önkormányzati világban, pont emiatt az életmódunk, a kultúránk megvédése miatt ránk vár. Nekünk nagyon egyszerű az üzenetünk, nekünk fiataloknak, no war, no gender, no migration. Nemet mondunk mindarra, ami egyfajta érzékenyítés, és mindent igenlünk, ami a keresztény kultúránkból és a magyar életmódból kisugárzik, és ilyen a disznóölés hagyománya, és ilyen az is, hogy mi fiatalok a szülőföldünkön szeretnénk megmaradni és gyarapodni. A kétnapos rendezvény szervezésében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség vármegyei szervezete is részt vett. A szövetség országos alelnöke Benk község polgármestere lett a közelmúltban. Fiatal polgármesterként őszintén az a célom, hogy bevonjam a hozzám hasonló értékrenddel rendelkező szemléletmódú fiatalokat a közéletbe, akár már az idei választásra is. Már mondjuk tegyük fel, itt volt az unokatestvérem, nagyon érdekli, látja, hogy fiatalként is el lehet indulni a közéletben. Én is félve indultam el polgármesternek 28 évesen, de nem bántam meg. Úgy gondolom, hogy egy ilyen X-es esemény, egy ilyen X-es rendezvény tényleg nagyszerű helyszíne lehet annak, hogy találkozzunk a barátokkal, a fiatalokkal. A rendezvényen elismeréseket is átadtak. A Hieroteosz Egyesület által működtetett civil közösségi szolgáltató központ 2020-ban hívta életre a vármegyei civil díjat. A három díjazott közül Jackovicsné Csoma Enikő, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója, valamint Rózsa Zoltán népzenetanár a helyszínen vették át az elismerést. 18 éve tanítok citarát, tehát már több generációja is felnőtt a kezem alatt, sőt már lassan azoknak a gyerekei is jönnek hozzám, akiket legelőször tanítottam, már olyan korban vagyunk, és tehát ez is egy ilyen küldetés, egy misszió, hogy ezt a kincset, amit itt ránk hagytok, ez a világon egyedülálló több mint 400 000 dallamotból bizonyos dallamokat megőrizzünk, továbbadjuk, ez egy nagyon fontos feladat, én úgy gondolom. A kétnapos civil rendezvény vendégei között köszöntötték Cseke Attillát, Románia volt fejlesztési miniszterét, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát is. A politikus a közösségépítés fontosságáról, a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről tartott előadást.